Köszönöm a szót, elnök úr. Kár, hogy Tilki képviselő úr közben elhagyta a termet, mert nyilván neki mondom, hogy amikor... Majd utólag elmesélik neki a kollégák. Szóval nem én mondtam azt, hogy annyit ér az, akinek annyi pénze van éppen amennyi, hanem Lázár János, tehát néhány székkel odébb, hogy megtalálta volna az üzenet küldőjét. Másrészt pedig tehát a közmunkások sikereivel, én azt gondolom, hogy a közmunkások is nagyon fontos részei a társadalomnak, és fontos munkát végeznek, de azért azzal döngetni a mellünket, hogy ott vannak ezek a közmunkások, akik bizony időnként még meg is vannak zsarolva, amikor választás következik, hogyha nem a Fideszre szavaznak, akkor már jól elvesztik a munkájukat. Erre azért nehéz lenne hosszú távon alapozni, és azt gondolom, egy fideszes képviselő a legkevésbé hivatott arra, hogy bármiféle hazaszeretetet vagy határon túli magyarok iránti tiszteletet rajtam számon kérjen. Tilki úrnak üzenem akkor, hogy 2003-ban mutatták be először az István a királyt határon túl Csíksomjón, annak én voltam a sajtófőnöke. Én rendeztem kulturális rendezvényeket, és konferáltam Szabadkán, Kassán, Pozsonyban, Csíkszeredán, Sepsiszentgyörgyön, és én szerveztem például segélykoncerteket az árvízi, erdélyi árvíz megsegítésére, az áldozatok megsegítésére, és amikor én szerveztem ott kulturális programot, akkor az RMDSZ még nem pártkatonákból állt, hanem Bethlen Gábor óta szerintem a legnagyobb formátumú erdélyi politikus állt, még az élén úgy hívták, hogy Markó Béla. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. Túri Kovács Béla.